Szalma bála egy téglalkú formájú test, ami adja magát, hogy helyettesítsük a téglát vele. Alapvetően két típusa terjedt el a Földön ennek az építőanyagnak. Az egyik az, amikor teherhordó szerkezetet építenek belőle. Magyarul a bálákat úgy, ahogy a téglákat rakják egymás után. Erre kerül egy koszorú a ház, amikor kész van a falazat. A koszorút elrögzítik a talajhoz, és ha ez megvan, akkor utána kapja meg a ház a tetőt. Tehát maga a bála tartja a tetőnek a tömegét. Amerikában ez viszonylag gyakori építési eljárás. Európában inkább azt terjedt el, hogy azt terjed, amikor valamilyen tartószerkezet, például fa, faváz, vagy gerendák tartják a tetőnek a tömegét, és a falazat kitöltésre használják a szalmabálát. Ugye mind a két esetben a szalmabálának a jó hőszigetelése az, amiért ma használjuk, ma terjedő félben van, hiszen mindenféle építőanyagnál sokkal jobb hőszigetelő tulajdonsággal bír, illetve nem utolsó szempont, hogy ez egy természetes alapanyag. Szerves módon fejlődött azért az építészeti technika. Először csak megvoltak a házak, ezt megették az állatok, lelegelték, akkor rájöttek, hogy be kell vonni sárra, pontosan azért, hogy elzárják akár a rovaroktól, akár a jószágoktól. De amikor be van sárral tapasztva a bála, akkor nem éghető. Laboratóriumi tesztek is bizonyítják, ezt mi is elvégeztünk Magyarországon egy ilyen vizsgálatot, hogy a szalma bála, hogyha kívülről, belülről be van tapasztva, akkor lényegében a tűznek ellenáll. Olyan mértékben áll ellen, hogy ebből lakóépületeket, de ipari jellegű vagy közösségi épületeket is lehet építeni. A szalma egy jó lélegző anyag. De hogyha hagyományos vakolatot teszünk fel, mert sok a cement, akkor a pára átengedő képessége romlik ennek a szerkezetnek, ezért kell sarat, vagy ezért célszerű sarat, vagy mész és homok keverékét használni. 1800-as évek végén találták ki ezt a technikát, akkor nagyon sok ház épült, ezek ma is állnak, vagy a nagy részük ma is áll. Ez bizonyítja, hogy hosszú az élettartamuk, de aztán az ipari forradalom előhaladtával jöttek más építőanyagok, a technológia fejlődött, egy kicsit feledésbe merült ez a technika, és a 70-es években fedezte fel újra magának az ember, amikor az olajválság kapcsán, illetve környezeti mozgalmak kapcsán elkezdtünk figyelni arra, hogy a környezetünk védelme, a erőforrások, amelyekkel gazdálkodni tudunk, azok végesek, és fontos az, hogy egy milyen környezetet hagyunk a utódaink számára. Ekkor újra elővették ezt a technikát, kerestek olyan építőanyagokat, ami környezettudatos, az előállítása kevés energiát igényel, illetve az ebből készült házak működtetése nagyon kis energia befektetést, vagy majdnem nulla energia befektetést igényel. Eldöntöttük, hogy tanyán akarunk élni, és ki akartuk próbálni, hogy milyen tanyán élni, mielőtt megveszünk egy darabkányi földet is. És elmentünk az Alföldre egy barátunk tanyájára vigyázni, akik éppen Afrikába mentek egy évre, és ő mondta elmenőben, miközben beült a GAZ 66-ba, hogy Mongóliában építenek ám szükséglakótelepeket szalmabálából, kár lenne vályogot vetni, hiszen az olyan törékeny dolog. Mert hogy azt gondoltuk, hogy amíg ott élünk, addig az ő földjükön megvetjük a vályogot, tudunk rá vigyázni, lesz rá időnk, és majd ide szállítjuk. De a szállítás maga a Kecskemét alatti tanyavilágból nehézkes lett volna, és akkor döntöttük el ott, amikor ők éppen indultak és integettünk, hogy ebből fogunk építkezni. És elindultunk és elkezdtünk keresgélni, hogy kiért hozzá, ki tud róla valamit, szakirodalmat keresni, és akkor kiderült, hogy,
hogy van szakirodalom, van egy csomó épület, Európában is csinálják, Amerikában is csinálták, Fehér Oroszországban már 100 éves épület van. Tehát, hogy így pillanatok alatt összejött a történet, és aztán találtunk egy embert, aki ráadásul éppen előttünk, mikor mi döntöttünk, körülbelül akkor talált rá a neten az almabála építkezésre, és aztán az ő segítségével tudtunk utána nézni a szakirodalmi könyveknek, hogy mi az ISBN számuk megrendelni Amerikából, találtunk az egy mérnököt. Igen, az meg egy külön történet. Hogy mi az a könyv, amit szeretnénk, és ugyanakkor meg azért nagyon komoly elképzeléseink voltak, nem csak a szalmáról, hanem arról, hogy gyökérzónás víztisztítót szeretnénk, alomszéket szeretnénk, és ehhez is kerestük a szakembereket. Tehát 2000 novemberében kezdtük elrakni az alapokat, 2001 tavaszán raktuk a falakat, pünköstkor, és aztán nyár végére lett tető alatt a ház, tehát akkor cserepeztünk. Olcsó az építőanyag, helyben megtermelhető, tehát nincsen komoly szállítási költség. Ha barátokkal kalákába építik, akkor gyakorlatilag az építési költség is olcsóbb. Jó, egy kicsit a vakolóanyag drágább, hogyha az ember mészhomokkal vakolja, de hogyha tapasztja és helyben ássa ki, akkor az se költség. Az összes többi költség meg más háznál is jelentkezik, tehát burkolni ugyanúgy kell, meszelni ugyanúgy kell. Vizet, villanyt szerelvényezni kell, ugyanaz a költség, úgyhogy már az építkezésnél is spórolhat az ember, az üzemeltetésnél meg abszolút. Ugye nem mindegy, hogy az ember 3-4 köbméter fával az egész telet kifűti, de 13-4 ezer forint egy köbméter fa, tehát az mennyi? 50 ezer forintban az egész téli, 50-60 ezer forintban az egész téli fűtés megvan. De hát szinte rőzsével, venyigével eltüzelgethet az ember benne. Ugye, és hát az a tudat, hogy egy élő, működő házban él, és hogyha elköltözik innét, akkor a szépen újra földdel lesz egyenlő, és nem meredeznek még évtizedek múlva is a betonfalak. Nagyon jó hőszigetelő, amellett nagyon jó hangszigetelő, amellett a páragazdálkodása egy ilyen típusú épületnek nagyon jó, hiszen amikor benne lakunk egy épületben, akkor lélegzünk, növények vannak bent, akvárium, ennek van egy pára kibocsátása, hogyha ezt a fal nem tudja elnyelni, akkor penészedés következik be. Valamennyi kevés nedvességet a levegőből fel tud venni. Ez nyáron, ennek nyáron van nagy jelentősége, amikor még hűteni kell a házakat. Hogyha ezt a bálát kívülről megsüti a nap, akkor ez a nedvesség elkezd párologni, a párogás rengeteg hőenergiát tud elvonni, tehát mint egy ilyen passzív klímaberendezés lényegében úgy működik a szalmabála. Télen nem kell annyit fűteni, nagyon minimális fűtési igénye van, van olyan ház Magyarországon, ahol a mínusz 10 fokig nem megy le a külső hőmérséklet, akkor be se kell gyújtani, mert hogy a konyhának a hővesztesége, a sütés-főzés hővesztesége melegen tart egy 100 négyzetméteres épületet. A szobákba is raktunk kályhát, de nem, nincs rá szükség. Volt egy barátunk, aki azt mondta, amikor a nappaliba bement, hogy hát ilyen 3-30-as belmagassághoz, meg ekkora helységhez kicsi lesz a kályha. Hát a kályhákhoz lehet, hogy értett, de a szalmaházhoz nem, mert ez az egész házat kifűti. Tehát, ha az ajtók nyitva vannak, akkor ezt a 100 négyzetmétert kifűti, ez az egyetlen egy kicsike fűtőberendezés. Amikor egy félkész volt a ház, már benn laktunk, az egyik helyiségben délutáni csendes pihenő volt a gyerekekkel együtt, és a függöny le volt eresztve. És ahogy ott, nem tudom, 5-6-an voltunk, akkor még csak aludtunk, úgy fölfűtöttük a szobát, hogy amikor a függönyt félrehúzva kiléptünk a nappaliba, érezhetően hűvösebb volt a nappali. Tehát ennyire jó szigetel a és gyorsan ház. Felfűthető. Gyorsan felfűthető. Igen, hogyha télen, amikor még nem voltak állatok, és könnyebben mozdult az ember, és itt hagyta 2-3 napra a tanyát, akkor is nem az volt, mint régen az albéretekben, a kőházakban, hogy még 3 nap múlva is didereg az ember, mert nem bírja fölfűteni, hanem itt hazért az ember, este begyújtott, és
már mire lefekvés volt, addigra már teljesen jó volt a klím, és reggelre se esett le a hőmérséklet. Kicsit idegenkedünk egyelőre a technikától, azért idegenkedünk, mert nem ismerjük. Tehát azok a kérdések, hogy tűzállóság, rágcsálókkal való ellenállás, tartóság, ezekre mindre van válasz, ezek meg vannak mérve, rengeteg tapasztalat van ezzel kapcsolatban. Már hivatalos tűzteszt is rendelkezésre áll, tehát laboratóriumokban mértük ezeket, hogy ezeknek a szempontoknak megfelel. Az a bála, ami be van tapasztva, az nem éghető. Ami tűztesztet végeztünk Magyarországon, az 45 percig állt ellen 1000 fokos hőtárhelésnek. Tehát ha jól meg van csinálva egy ház, akkor az nagyon időtálló. A rágcsálóknak ki lehet alakítani azt a megoldást, hogy ne költözzenek bele. Alapvetően nem is szeretik a bálát, mert hogy a bála anyaga az egy olyan anyag, amiben nem túl sok emészhető dolog van, illetve hogyha jó keményre van kötve ez a bál, akkor nem könnyű benne járatokat építeni. A vakulat alá szoktunk berakni egy kis lukbőségű hálót, ami egyrészt a vakulatot is, vagy a tapasztást is stabilabbá teszi, másrészt ezen nem tudnak keresztül menni a rágcsálók. Szóval a bálát használnak tetőszigetelésre is. Itt is nagyon-nagyon fontos, hogy a bála kívülről és belülről, tehát a födémzet felül is, illetve a felső részről is sártapasztást kapjon. A tűz a legfontosabb a dolog, ami ellen biztosítani kell az épületet. A másik a hőszigetelés. A szalmabála nagyon jó hőszigetelő anyag. Itt a lábazatnál fordul elő, hogyha nem fordítunk különös gondot a lábazat szigetelésére, akkor az egy rossz hőszigetelő felület lesz, ahol hőhíd keletkezik. A hőhidak pedig egyrésztről a fűtés szempontjából fontosak, hogy ezek ne legyenek, másrésztről pedig a páralecsapódás szempontjából jelenthetnek problémát, ezért a lábazatot is nagyon jó hőszigeteléssel kell ellátni. Nagy kalapot kell rakni a házra, nagy tetőt, széles ereszeket, ebben az esetben a csapóesőt távol tartjuk a faltól. A levegő páratartalmából soha nem vesz fel olyan mértékben nedvességet a bála, hogy ez problémát okozzon, tehát nem fog ettől beruhadni a fal. Ami fontos még, az építőanyag kiválasztása. Egy jó sűrű lekötött bálát kell választanunk, ami kellően ki van száradva. Tehát azok a bálák, amelyek nedvesek vagy lazák, nem jók. Egyrészt az építkezés sem lehet hatékonyan belőlük megvalósítani, másrésztről menet közben itt ilyen penészedési problémák léphetnek fel. De nagyjából ennyi, amire oda kell figyelni. És hát vannak apró technikai kis nüanszok, hogy lehet feles bálát csinálni, úgyhogy ne essen szét a gép által előállított tömör szerkezet. Ezeket meg lehet tanulni, ezek nagyon egyszerű technikák. Lényegében egy-két óra alatt bárki elsáríthatja azt, hogy hogyan, vagy mire kell odafigyelni a szalmabála építészetben. Amint még nagyon nagy előnye ennek az egész rendszernek az, hogy a kalákás építészetet lehetővé teszi. Mert hogy a sártapasztás alapvetően kézi munkát igényel, nem igényel nagyon komoly szakmai képzettséget, a sarat a falra mindenki, a gyerekek is fel tudják tenni. Általában, amikor ezek az ilyen jellegű elemei vannak az építkezésnek, az egy ilyen családi, baráti összejövetelre is alkalmas. Amit most mondok, az ugye épp a tapasztásos kaláka volt, és akkor van, aki a betonkeverőbe rakja a földet, vizet, egy másik ember géppel aprítja a szalmát, hogy legyen kis szecska, ugye az a szálas rész tartja össze a vakolatot, az ad neki egy jó szerkezetet, és akkor ők bedagasztják, másik ember hordja, többiek meg kézzel dobálják fel a falra, simogatják, és közben jókat beszélgetnek, 2-3 brigád minden egyes oldalon, és pitty-puty, egy hétvége alatt majdnem, hogy körbe tapasztottuk a házat, kétszintes házat. Hát a szalva falrakás az meg szintén jó buli volt. Ott is így szakaszonként raktuk, karókkal összefogadtuk a bálákat, amíg ugye a koszorú nem kerül és nem tartja az egészet egyben. Voltak, akik ugye darabolták, bálákat is szét lehet varni kisebb darabokra, tehát ugye ott is
fontos. A téglánál az ember a téglát faragja, itt meg egyszerűen a bálát szétvarja az ember két kisebb darabra, és akkor ott gyömözkölik, préselik, tapossák a bálát a helyére. A legjobb szerkezet egyébként, ami ilyen 1200 méter magas tengerszint feletti magasságnál is építenek, az úgy néz ki, hogy egy belső válaszfal mondjuk vályokból, vagy belső fal vályokból, és ezt a külső hőszigetelés szalmával. Ekkor lehet biztosítani azt, hogy ez a jó hőgazdálkodás, a jó hőtárolás és a jó hőszigetelés együtt jelentkezzen egy ilyen épületnél. És akkor ettől kezdve már az, hogy a tartó fal, vagy a tartó szerkezet az fából van, vagy egy téglafal, vagy bármi más, ez már csak a technológiai, környezeti, építészeti kultúra, stb. A kérdése, vagy az építőnek a saját egyéni ízlése, szándéka, elképzelései. Tehát nagyon-nagyon jól variálható maga ez az anyag. Ami még talán érdekessége az, hogy alkalmasabb áll a formabontásra, nem csak az ilyen sarkos falakat, kiszögeléseket lehet belőle megcsinálni, hanem ugye nem egy jó élekkel rendelkező építőanyag, ezt ilyen lekerekített gömbölyű formákat is jól lehet vele csinálni, íves falakat is könnyen lehet belőle megépíteni, ami megint csak az építészetnek, vagy az építésznek, meg a tervezőnek, a tulajdonosnak ad egy szabadságot, ami játékosságot, variálhatóságot tesz lehetővé. Hát, főleg az elején sok látogatónk volt, akik jöttek és érdeklődtek. Valószínűleg az, hogy szabványá kellett tenni mindenféle építőanyagot, és így meg nem sikerült átvinni terveket, így aztán elakadt a dolog. Tehát az utóbbi években nem nagyon volt senki, aki komolyan rátette a gondolatát arra, hogy szalmából fog építkezni, és azért jön megnézni, hogy a tapasztalatainkat beszerezze.